egy percet. Megint találkozunk. Nem feltétlenül a Magyar Nemzeti Bank előtt kellene. Tudom, csak mindenki megismerhet. Tudom, csak helyzet van. Nem tudom, most félnünk kell, mert itt meg kéne, hogy kérdezzelek téged, hogy Amerikában most mi változások lesznek? Ez aktuális, mert sok minden, igen. Ez a Quantitative Easing program, ami az Amerikai Egyesült Államokban az állam eszközvásárlása, ebben most jelentős változás lehet, mert szerdán fog dönteni a jegybank. Először elmúlt 7 évben előfordulhat az, hogy 10-15 milliárddal a havi 85 milliárdos programot csökkenteni fogják. Azt gondolom, hogy ez idővel a likviditás szűkösebb léte miatt igenis hozhat majd gyengülést akár a piacokra. Na de akkor most eltűnik a pénz az amcsiknál, akkor mit csináljak most? Ez nem feltétlenül így van, hát az eszközvásárlás az nem egy kötelező történet, csak az történt, hogy a gazdaság gyenge teljesítménye miatt az Amerikai Egyesült Államok így állt oda, hogy a befektetőket meg a piacokat megvédje. Ennek jó híre is van, mert egyébként ez azt jelenti, hogy az amerikai gazdaság jól teljesít. De akkor is azt gondolom, ami az alapvető és legfontosabb a tapasztalatom alapján, hogy azért, hogyha a piacoktól pénzt távozik, az idővel középtávon mindenféleképpen gyengülést okozhat. De ez, amit elmondtam, ez igazán benfentes információ, és legközelebb ne itt találkozunk. Jó, oké, köszi az infót.